Véget ért a Tamási Áron emlékére szervezett online műveltségi vetélkedő, melyet a Kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége szervezett idén júliusban. Az eredményhirdetést tartották ma a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárban. 4 kategóriában hirdették meg a műveltségi vetélkedőt, 12 és 15 éves korosztálynak, nyugdíjasoknak és vegyes csapatoknak, de a versenyre egyénileg is lehetett nevezni. 47-en jelentkeztek a vetélkedőre, egyénileg és csapatban egyaránt. 27 megfejtésből 12 lett 100%-os, 6 pedig kiváló minősítést kapott. A díjazottak ajándékcsomagot vehettek át, köztük Tamási Áron könyvet, valamint egy egésznapos kiránduláson is részt vehetnek majd. Az eseményen Erdély Lelke címmel Meister Éva színművész tartott előadást, majd a jelenlévők vetítést láthattak Szilágyi Varga Zoltán Balázs Béla díjas animációs filmrendező, grafikus művész, Ábel trilógiához készített grafikáiból. Az online vetélkedő célja, hogy megismertessék Tamási Áron munkásságát és életművét, hiszen az író művei örökérvényűek, az idősebbek számára az ifjúságuk korát idézik, fiataloknak pedig üzenetet jelentenek a múltból.